Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is rengeteg gyereknek, szülőnek és nagyszülőnek szeretnének hasznos és jó kikapcsolódást kínálni a sportok éjszakájával. Holnap, azaz szombat este kezdődnek az ingyenes programok. A sportcsarnokban 18 órától köszönti a város a Párizsi Olimpián részt vett ceglidi sportolókat és edzőket, majd este fél hattól elkezdődnek a mozgásos programok. Közel 30 sportángal lehet megismerkedni és kipróbálni. ből 7-8 nagyjából az, amilyen csoportos órára be lehet állni, és részt lehet venni 45 perces foglalkozáson. Emellett a többinél lesz az úgynevezett szokásosnak mondható most már ilyen pontgyűjtő sportágak, ahogy amelyek, ha 15-öt összegyűjtenek, kipróbálnak, kapnak érte pecsétet, akkor a végén ajándéksorsoráson vehetnek részt. Lesznek benne új dolgok, mindig igyekszünk színesíteni. Sikerült szolnokról vívást hozni, ami most egy nagyon izgalmas, mindig egy szerintem egy izgalmas, de most főleg ugye a jó párizsi szereplésnek köszönhetően sportág. És lesz egy 7 méteres mászófal is, melyen bárki kipróbálhatja a falmászást. A cvs -e szakosztálya is várják a családokat. Többek között lesz kosár, kézi, karate és erőemelés, valamint fitness órák, és egyéb elfoglaltsággal is készülnek a szervezők. A lenti büfénél a portánál egy úgynevezett hát, kocsmas portágakat fogunk e, ilyen szlengel mondva e, kitelepíteni, és a már régóta megszokott dárc, mellett lesz csocsó, ülőfoci, de például skandelt is ki lehet majd próbálni, illetve ugye, készülünk egy jótékonysági e, futással is, amire már zajlanak az előnevezések, a helyszínen is lehet majd, de, de korlátozott a helyek száma, 100 fő a három távon összesen. A jótékonysági futással az Alfa Ceglédi Kutyás Egyesületet lehet segíteni, akik a befolyt összegből állatasszisztált terápiás gyógyító foglalkozásokat vállalnak majd a Molnár Mária otthonban. A sportok éjszakáján több ceglédi olimpikon is részt vesz, lehet majd találkozni például Lőrinc Tamással és Pálinkás Lászlóval. Az olimpiai sarokban pedig sportrelikviákat lehet megnézni. Az időjárás előrejelzés nem túl kedvező holnapra, de a főszervező Kőházi Ádám azt javasolja, senkit ne riasszon el, ha esős idő lesz keressék elő az esernyőt, hogy ne ázzanak el, míg a sportcsarnok ígérnek, viszont utána ne izguljanak, hiszen minden fedett területen van, tehát oda ment már a hangulatot, jó hangulatot semmi nem fogja zavarni, csak ha esetleg este fog esni az eső, akkor el kell odáig jutni. Hát egyedül, amit én itt, ugye az a jótékonysági futás, az viszont mivel jótékony célja van és fontos célja van, ezért mindenképpen meg fogjuk tartani az esőben is. A sportok éjszakáján értékes ajándékokat is kisorsolnak majd azok között, akik legalább 15 sportágat kipróbálnak. A programok tehát szombat este 6 órától éjfélig tartanak. A helyszín a Gál József sportcsarnok.